Jó estét kívánok, kedves nézőink! Négy szem közt című műsorunkban folytatjuk a regisztrált képviselőjelöltek bemutatását. Mai vendégünk dr. Tóth István, a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselőjelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És az ön esetében különös hangsúly van ennek a bemutatkozásnak, mert ha nem tartott volna az Országgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottság egy kihelyezett ülést abban a emelt szintű nyugdíjas otthonban, ahol ön igazgató, akkor én se tudtam volna a kampány előtt, hogy kicsoda ön. Akkor viszont találkoztunk, amikor itt járt ugye a bizottság érdem, és itt ülésezett. Így aztán azt legalább tudom önről, hogy egy ilyen otthont vezet. Mit kell még önről tudni? 1951-ben születtem Budapesten, 3 diplomám van, és 1990-ben, amikor 3 éves külszolgálatból megjöttünk Líbiából, akkor elhatároztuk dr. Komlósi Hajnalkával, hogy egy emelt szintű idősek otthona hálózatot hozunk létre Magyarországon. Természetesen ezt nem főállásban, mind a ketten munka mellett társadalmi munkában végeztük. Az első otthon Érden épült föl a Kende utcában, a második, a 8. kerületben Budapesten a Fűvészkerttel szemben, és a harmadik otthon újra Érden készült el. Ez az ominózus Árpád utcai érdligeti otthon. Ma már ezeket igazgatom, és sok örömem telik benne. Beszélj pár szót erről a külszolgálatról. Milyen jellegű külszolgálat volt ez? Líbiában egy kórházban dolgoztunk feleségemmel, feleségem gyerekorvos, én mint mérnökként kerültem oda, és 3 évig voltunk kint, vihettük a két gyerekünket is, akik akkor még általános iskolások voltak, és nekik csodálatos életük volt, mert a tengerparton laktunk, tehát május elejétől november közepéig minden nap fürödhettünk a földközi tengerben, a gyerekek pedig az amerikai iskolába jártak, ahol játékosan tanították meg őket mindenre, de annyira szerettek oda járni, hogy a két gyerekem 3 év alatt egyetlen napot nem hiányzott az iskolából. No, viszont hazatértek 3 év után, és hát gondolom ez erőteljes változás volt nem csak önöknek, hanem a gyermekeknek is. Mi volt az, ami mondjuk akár csak Líbiából hazatérve Magyarországon furcsa mód volt rossz? Mi volt az, ami arra sarkallotta önt, mára pedig, hogy megpróbáljon a politika berkeibe bevonulni és változtatni dolgokon? Mivel én pont 1987 és 1990 között voltam külföldön, tehát pont arra érkeztem haza, kimaradtam a rendszerváltásból. Annyira kimaradtam, hogy 3 év alatt egyszer tudtunk 4 hét szabadságra hazajönni, tehát nem is nagyon jártam Magyarországon, és az ilyen híradási anyagok is csak nagyon nagy késéssel is ritkán érkeztek meg hozzánk Tripoliba, illetve Tezsurába. Tehát eléggé el voltunk maradva. Én nagyon örültem, hogy több pártrendszer alakult Magyarországon, és pont most ebbőli félelmem indított el arra, hogy bár tényleg semmilyen korábbi politikai életem nincs, tehát se önkormányzati képviselőként, se országgyűlési képviselőjelöltként korábban még nem indultam, de most félek attól, hogy ha csak a két nagy párt jut be, és ez a két nagy párt például egy nagy koalíciót alkotna, akkor visszajutunk oda, ahol 1989 előtt voltunk, hogy egy pártrendszer lesz Magyarországon. Ez félelmetes volna az én szememben. Én úgy gondolom, hogy egy demokráciában továbbra is szükség van a kispártokra, akik betöltik a parlamentben a fékek és ellensúlyok szerepét, és megfelelő ellenőrzésük mellett a nagypártok nem tehetik azt, amit akarnak, és főleg a korrupció ellenes harcban nagy szükség van a kispártokra. Ön a Magyar Demokrata Fórumot választotta ehhez az úthoz, bár több kispárt is van Magyarországon. Miért éppen a Demokrata Fórum politikáját gondolta legjobbnak? Amikor 90-ben hazajött, akkor ők voltak kormányon, ugye? Igen, én mindig is konzervatív, jobboldali voltam. Nagyapám református pap volt, felmenői mindig jobboldaliak voltak. Én ezt örököltem a családomból, ezt a szemléletet, tehát én nem is tudnék egy baloldali párt, bármilyen kicsi vagy nagy párt színeiben politizálni. De
a jobboldali pártok közül sem akárki, de hogy mégis miért pont ebben a Magyar Demokrata Fórumban, én nem árulok el nagy titkot, hogy nagy tisztelője voltam Antal Józsefnek, ugyanúgy tisztelem Boros Pétert is, aki e hét pénteken meg fog bennünket látogatni, és ő a Pest megyei listavezető, remélem sokan el fognak jönni majd erre a péntek esti előadásra. Én tehát a Magyar Demokrata Fórumot 1990 óta támogatom, mindig és mindenkor csak is rájuk és az ő jelöltjeikre szavaztam. Milyen helyi programmal vág neki ennek a választásnak, hiszen az egyéni országgyűlési képviselő jelölteknek ugye nem csak a törvényalkotás és a lobbizás saját körzetükére a feladata, hanem valahol egy kicsit szorosabb kapcsolattartás is az egyéni választókerület településeivel. Igen. Hát ugye nagyon kicsi az esélye, hogy itt a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselőjelöltje megnyeri a választást és bejut a parlamentbe, de természetesen, hogyha ez a nem várt dolog következne be, én szeretném mind a három település érdekeit képviselni, tehát nem csak Érdét, hanem Százhalombattát és Diósdét is. Mi a fő hangsúlyt a középosztályra helyezzük, és a helyi programjainkat is ez határozza meg. Tehát mi a kis és közepes vállalkozásokat kívánjuk legerőteljesebben támogatni, mind törvényekkel, mind egyéb eszközökkel, mert ezek a kis és közepes vállalkozások adják ma Magyarország munkahelyének 70%-át. És úgy gondoljuk, hogy mivel további munkahelyekre volna szükség, mindenképpen a kis és közepes vállalkozásokat kellene támogatni. Ezért tűzte a Magyar Demokrata Fórum az ászlajára, hogy egy kulcsos 18%-os személyi jövedelem adót akarunk. És reméljük, ha ezt meg tudjuk valósítani, ami sikeresen működik több szomszédos országban, Szlovákiában, Romániában, Balti államokban. Ez erősíteni fogja a kis és közepes vállalkozásokat, és új munkahelyek jöhetnének létre. De a másik fő célkitűzése a Magyar Demokrata Fórumnak, amit Dávid Ibolya elnökasszony is mindig hangoztat, hogy korrupciómentes közéletet szeretnénk. Ebben szeretnénk, hogyha a mi térségünk is élen járna, mert én úgy gondolom, hogy itt is van elég teendő. Természetesen ezen kívül vannak olyan helyi programok, amik nem az országoshoz igazodnának. Ugye Érden van egy felszíni vízelvezetési probléma, Érdnek nagyon kicsi a csatornázott része, a szennyvíztisztítót kellene bővíteni, és az útjainak 75%-a sajnos nem szilárd burkolatú. Legutoljára, amikor a környezetvédelmi vitában beszélgettünk, akkor én már bíráltam, hogy nem kellett volna több mint 100 millió forintot a murvás utakra elkölteni az önkormányzatnak, mert ha ebből csak 5-6 utcát megcsinált volna szilárd burkolatú utcává, akkor az sokkal többet ért volna a város részére, mint hogy most megcsináltak 20-30 utcát murvával, de ez csak fél évig oldotta meg a problémát, és én bárkivel beszéltem azokból az utcákból, ahol így megcsinálták, mindenki csak panaszkodott a nagy porra, nem lehet szellőztetni, hogy a füvet, a fákat, a virágokat belepi a por. És fél év múlva ugyanolyan kátyús, gödrös volt az utcájuk, mint előtte. Térjünk egy kicsit vissza a kis és középvállalkozókra, hiszen azt mondta, hogy pártja őket kívánja leginkább támogatni munkahelyteremtés céljából. Azt szokták mondani munkavállalói szempontból, hogy ugye multi eleve kétféle van. Az egyik az olcsó munkaerőre hajtott, egyre kevesebb van, mert Románia és Kína irányába ők már viszik ki a tőkéjüket az országból, a másik, amelyik már a szakértő munkaerőt keresi, és azoknál viszont nagyon jó fizetések vannak. Na most legyen ez a rossz multi, meg a jó multi, jó? Szóval az a különbség a kis és középvállalkozó és a rossz multi között, hogy a kis és középvállalkozó az minimálbért vall be a dolgozói után, viszont többet fizet. A rossz multi meg minimálbért vall be a vállalkozói után, viszont annyit is fizet. Mit lehetne azért tenni, hogy ez ne legyen így ön szerint, illetve az önök pártjának programja szerint?
Én a mi pártunk azért szeretné az egy kulcsos 18%-os személyi jövedelemadót, mert biztosak vagyunk benne, hogy ez hozzájárulna a szürke gazdaság kifehérítéséhez. Tehát valószínűleg természetesen ehhez járulékcsökkentésnek is kellene párosulnia. Ha járulékok is csökkennének, meg a jövedelemadók is, akkor valószínűleg a vállalkozók nem minimálbéren jelentenék be az alkalmazottaikat, hanem megérné nekik teljes összeg után adózni és bejelenteni a dolgozókat, mert ha másik oldalról belegondolnak, előbb vagy utóbb ezek a munkavállalók is nyugdíjba fognak kerülni, és egyáltalán nem mindegy, hogy 40 ezer forintos minimál nyugdíjjal indulnak neki a nyugdíjas éveknek, vagy mondjuk ne adj Isten 80-90 ezer forintos nyugdíjjal kezdhetnek. De ez csak egyik része, amivel szeretné a pártunk a kis- és középvállalkozásokat támogatni, ez az egy kulcsos adó. Különben hadd mondjam el, hogy 2004-es adatok az utolsók, amelyek már KSH-ból nyilvánosak. 2004-ben az átlagos jövedelemadó 19,2% volt. Tehát ha 18%-os jövedelemadót fizetne mindenki a jövedelme után, ez és többet vallanának be a vállalkozások, akkor nem hogy csökkenne a befizetett személyi jövedelemadó, hanem növekedne, és erre jó példa mind Szlovákia, mind Románia példája. De a további célkitűzések a vállalkozások segítése érdekében szükség volna az adminisztrációs terhek csökkentésére. Felmérések alapján a magyar kis- és középvállalkozásoknak 2-3-szor annyi időt kell az adminisztrációs teendők ellátására fordítani, mint egy nyugat-európai országban élő kis- és közepes vállalkozásoknak. De ami még ennél is megdöbbentőbb, én a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara ülésén hallottam az kamara elnökétől, hogy Magyarországon 124 szervezet és hatóság ellenőrzi a kis- és közepes vállalkozásokat. Még egyszer elmondanám, hogyha valaki nem jól hallotta volna, 124 ezeknek a száma. Ez borzasztó, és hogyha megnézzük, hogy Németországban, Franciaországban, vagy a Benelux államokban, ennek a harmadával sem kell számolni az ottani kis- és közepes vállalkozásoknak. Tehát nem csak az adminisztrációs terheknek a csökkentése, hanem ezeknek a felesleges ellenőrző szerveknek és a felesleges vegzatúráknak, tortúráknak is véget kellene vetni. Természetesen ellenőrizni kell mindenkit, hogy tartsa be a törvényeket, de miért van 124 ellenőrző szervezet, amikor megtehetik ma is a vállalkozások szabadon, amit az előbb említettünk, hogy minimálbéren jelentik be. Az nem létezik, hogyha egy vállalkozásban 12 ember dolgozik, hogy mindenki a minimálbért keresi, az is, aki holnap után nyugdíjba, meg az is, aki tegnap előtt jött ki az iskolapadból, hogy mindenki minimálbért keres, ezt nem lehet elhinni. Amit még szeretnénk a kis és közepes vállalkozások megsegítésére, hogy tudjuk, hogy nagyon sok vállalkozásnak hitelhez jutni nehéz. Ezért egy állami garancia alap kellene, ami segíti a hitelhez jutásukat. Ugyanis vannak olyan vállalkozások, amelyek tőkeerősek, de azok nem is akarnak hitelt fölvenni, mert általában nagyon drága Magyarországon a hitel, és annak ki kell termelni a kamatait is. De akinek a fejlesztéshez szüksége volna hitelre, nagyon nehezen tudja ezt megtenni, mert nincs kellő tőkéje. Tehát vagy tőkét kellene ezeknek a kis és közepes vállalkozásoknak juttatni, vagy pedig egy állami garancia alap, amely ebben az esetben mentesíteni őket és segíteni a hitelhez jutásukat. Rengeteget beszélhetnénk, időnk viszont lejárt. Ennyi keretünk volt az MDF programját megismerni, illetve önt megismerni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves nézőink, ez volt mai négy szemköztadásunk. Holnap terveink szerint dr. Aracki Andrást, a Fidesz jelöltjét várjuk majd stúdiónkba.